Na, így már jól látok? Jó. Kint vagyunk a... Láthatjátok, itt az Újpesti Vasúti Híd, a fővárosi Dunának a főágán, Óbudán, szembe a pesti oldal. Szép, rangos, pergető időnk van, délután 3, látom itt, látom, nem biztos, hogy látjátok, de ott van egy kócsag, éppen vadászik, ez jó jel, azt jelenti, hogy van hal, valahol, legalábbis apró a környéken. Mivel jöttünk ki? A legutóbb, azt hiszem, hogy valamelyik videóban csináltam egy ilyen review-t erről a Daiwatatura TV83, ezt jöttem kipróbálni élőben is. Az idő amúgy nem annyira viharos, szerencsére. Viszont a korlátott látási viszonyok miatt wobblereket hoztam. Meg őszintén szóval ezt az orsot inkább az ilyen apró csalikra találták ki. Nézzük egy spin medet kezdésnek. Tesztelni amúgy a Megabass Levante botomat hoztam el. Ennek a dobbusúja 7-21 gram. És erre kerül fel először a kapocsba egy, hiszem ez egy 9 grammos spin med. Itt majd igyekszek felszínhez közel húzni, mert körülbelül 1 méter és 1 méter 50 közötti vízszint van. Hát, hogy még ezt egy picit szorosabbra is lehet. Kotyog? Ja. Úgyhogy ne kotyogjon. Jó. Jó lesz ez itt szerintem. 10-essel rakva. Ott a kócsag barátunk, az említett vadász. Fék az... Nem kell annyira elhúzni. Nagyjából. Ez hal. Fogtunk halat. Ez mi? Ez egy baby balin. Aha. Hát ez egy nagyon kicsi balinka.
Úgy. Hát egy apró galinka. Na, mehetsz is vissza szerintem. Ezzel az orsóval kapcsolatban annyi pozitívum már van, hogy egyrészt jó beledobni, hogyha már végül is egy félig teszt videót akartam megcsinálni, illetve hogy jó az áttétele, viszonylag gyorsan lehet vele húzni még ezeket a rengecsomokat is, lehet jól tekerni. Nem azon, az ember, nem azon, hogy az ember úgy érzi, mint hogyha lenne késő mindig egy utánnal, hanem hogyha gyorsan húz, akkor egészen föl is lehet húzni a víz tetejére. Meg kell találni ezt a tempót, ami amivel jól veret még a nincseni. A dobás távban lehet, hogy azért ennél, hogyha mondjuk lejjebb állítom a mágnesféket, akkor még nagyobbakat lehet vele dobni, most már most van azt hiszem 8-ason, 20-ból. Ugye ahogy nézem, hogy működik-e. Kicsit lejjebb tekerem, most már 6-ason. Ez a picit sok volt neki. Vissza is állítom. Tekerni amúgy jó, tehát a jó fogása van ennek a forkókának. Fékét illetően pici bali nem tűzte meg egyáltalán. Meglátjuk, hogy minden kő volt. De a féke az eddig átlagosnak mondható. Na, ez mi ez? Fogtunk valami szereléket, meg egy jó nagy gubancot. Gyere ki, mert kifogtalak. Mondanám azt, hogy jól küzdött. Ez egy szerelék, ahogy nézem. Borog van bele. Uff, igen van. Sziasztok! Hát köszi, hogy csatlakoztatok erre a rapid orsó tesztre. Úgy tűnik, hogy így is volt eredménye. Találkozunk a következő részben, egyetem pedig körbüljön. Most kezdődik az igazi pergető időszak. Csapassátok, csá!